kedves Gyuri, arra gondoltam, hogy elmesélem neked, hogy hogyan ismerkedtünk meg. Mert amikor mi megismerkedtünk, azt hiszem, hogy a te életedben is egy nagyon fontos alkalom volt, egy nagyon izgalmas és érdekes és sorsfordító este. És lehet, hogy te nem is emlékszel már arra, hogy én is ott voltam. Azt hiszem, hogy 1977-78 körül vagyunk, a Batthyány utcában, a Klanicai Gáborék valamelyik elfekvő és elvetemült típusú házi bulián, ahol nagyon-nagyon sokan voltak, közben arra is gondolok, hogy lehet, hogy több ember is el fogja mesélni ezt a történetet, és akkor az olyan lesz, mint a Vihar kapujában című film, mindenkinek más emléke lesz erről az estéről és a veled való megismerkedésről. Minden esetre az a borzalmas helyzet állt elő, hogy elfogyott az alkohol. És nagyon késő kellett legyen, mert a szomszédban a sarki kocsma, a kagyló az éjfélig egészen biztos nyitva volt. De valamiért mégiscsak úgy alakult, hogy három embernek egészen a Fiatal Művészek klubjáig kellett menni a flaskáért. A három ember Orosz Maris volt, Klanicai Juli és Bódi Gábor. Ők elmentek a klubba. Hogy ott mi történt, azt nem tudom. De azt tudom, hogy Klanicai Juli hóna alatt érkeztél meg a Batthyány utcába, akkor láttalak először. És az rögtön látszott, hogy ez valami hihetetlen nagy zsákmány érkezett. Azt, hogy mekkora kortárs művészeti hérosz vagy, azt akkor én nem tudtam még annyira, mint amennyire tudhattam volna, hiszen művészettörténész hallgató voltam. De azt, hogy valami elképesztő, csodálatos, küllemű férfi vagy, azt rögtön látszott. Emlékszem a szemedre, a hajadra, a szakálladra, mindenre, és azt gondoltam, hogy hát a Klanicai Juli, hát mindig mázlia van, hát egyszerűen elképesztő, hogy mit hozott. És az nagyon ritkán van, amikor ezek a dolgok beválnak, ezek a meglőttem, hazavittem, megsütöttem, de nektek bevált, nektek ez egy életet hozott, egy családot, egy átmúlt és életművet, és nagyon sok mindent. Úgyhogy Isten értessen, kedves Gyuri, nagyon boldog vagyok, hogy megismertelek. És aztán a későbbiekben még egy jó tulajdonságodat felfedeztem, az pedig az volt, hogy mikor aztán már fölmehettünk hozzád vendégségbe, akkor kiderült, hogy mániákus tárgyűjtő vagy. És akkor ez nekem nagyon-nagyon fontos volt. Ott volt nálad minden, amire én is vágyakoztam, mindent begyűjtöttél. Pontosan olyan szenvedéllyel lomtalanítottál, mint akkoriban. Én is én nagyon sok mindenre emlékszem abból a tárgyegyüttesből, ami ott volt nálad, a papírok, a különböző temetőkből összeharkott kis dolgok, és nagyon van. Tehát úgy gondoltam, hogy jó ember vagy. És még azt is gondoltam, hogy szemben ezekkel a akkor megismert kortárs művészeti nagy vadakkal te nem vagy, nem tudom, hogy mi a jó szó, tehát hogy te szelíd kedves ember, megbizonyultál későbbiekben is.